Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Először is hadd mutatkozzam be, Kovács Zoltán vagyok, az SBS Taktik AB-s tulajdonosa és egyik fejlesztője. 2008 év végén, hosszú évek közös munkája után megvásároltam az SBS-t Des Taylortól, aki úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul. Dessel azóta is jó kapcsolatot ápolunk, és szakértői minősítésben segíti munkánkat. Az elmúlt néhány év során töretlen fejlődésen mentünk keresztül, melynek eredménye, hogy az SBS termékek régi elavult csomagolását lecseréltük a terméket megillető minőségi csomagolásra. Ezzel egy időben szigorú minőség ellenőrző rendszert vezettünk be, melynek köszönhetően vevőink mindig tökéletes és friss állógacsalit kaphatnak kézhez. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően nemzetközi teszthorgászaink és vásárlóink több rekordot döntöttek meg, és rengeteg verseny trófáját birtokolják. Engedjétek meg nekem, hogy ezek közül néhányat megemlítsek. 2009 óta az SBS termékeknek köszönhetően számtalan nemzeti rekord dölt meg. Például Kisimi 2 darab 35 kg fölötti fogása. Szintén említésre méltó a 2011 évi World Cup Classicon elért 7. helyezésünk és a legnagyobb halért járó trófea. Továbbá a 96 órás versenyen elért 1415 kg-os rekordfogásunk. 2009 óta az SBS történetében elért eredmény, melyre a legbüszkébbek vagyunk, a 2012-es World Cup Classicon SBS csapatok által elért eredmény. A svájci SBS csapat Milos Antik és Domenico Ungaro a 170 fős nemzetközi mezőnyből az előkelő 9. helyezést érték el, az angol teszt csapatunk Steve Howard és Danny Ormiston megnyerték a saját szektorukat, a PVTV-t, és összesítésben a 12. helyezést érték el. Neki külön szeretném megköszönni az eredményüket. Szándékosan a végére hagytam az SBS történetében egyik csúcspontnak nevezhető, mai műsorunk fő témáját alkotó eredményt. Örömmel jelenthetem be, hogy a 2012 évi World Cup Classic bajnokai itt ülnek mellettem. Hagy mutassam be nektek Mikola Pétert és Pongrász Norbertet, aki a PVTV és SBS csapatában horgásznak. Sziasztok fiúk, először is hagy gratuláljak nektek, ugye olyan eredményt értetek el, amellyel beírtátok magatokat a ponthorgász történelembe. Arra kérnélek benneteket, hogy mondjatok magatokról néhány szót, mióta horgáztok, mik a kedvenc vizeitek. Hát igen, köszönjük és sziasztok, és hello Zoli, örömmel találkozunk újra veled. Még most se tudjuk elhinni ezt a világra szóló eredményt, tehát tényleg ezt nehéz el is hinni, még most is, de tényleg ott vagyunk, és tényleg beírtuk magunkat a ponthorgászat történelmébe. Köszönjük szépen először is a támogatást a PVTV-nek és az SBS-nek. Magamról annyit tudok mondani, hogy én 5 éves korom óta horgászok, tehát 81-től már nekem hivatalos engedélyem volt. Anyukámnak is meg kell köszönni a támogatást, és hogy felnevelt végül is. A feleségemnek a támogatás nem olyan könnyű ugye egy horgásszal együtt élni. Ezt mindenki tudja, te is gondolom, mert egyetért az összes horgász, igen, aki... Egy titka van, hogy jól kell nősülni. Jó kell nősülni. És nem könnyű tényleg, és megértem őket, de hát ez a mi passziónk, és ugye benne vagyunk, ez az életünk. Kedvenc vizeim, ugye a Maconkai víztározó, sok versenyen ugye egymás közt is versenyzünk, riválisok vagyunk a versenyben, úgyhogy nincs itt meleg beszélés. Ha egymás mellett pecázunk, aki nyerjen a jobbik. Nincs itt, hogy támogató, meg barát. Mikor kijövünk a standból, akkor már megint barátok vagyunk, de ugye a versenyben ottan ellenfelek. Nagykálóra is szeretek járni, tehát a Nagykálóban nagyon szép nagy halak járnak, ahol most is vagyunk. Közel is van hozzánk, tehát hamar el tudunk jutni a tóra, így egy hosszú hétvégét is bele tudunk szorítni. Az amúgy is szűk és szabadidőbe. Muszáj olyan tavakat és olyan emberekkel
összeönni, akik szeretik ezt a horgászatot, mindenből adnak, mint a nagykálói, ugye a Laci bácsi. El tudunk jönni ide egy rövid pecára, egy hétvégére is tudunk tesztelni és szép nagy halakat fogni. Mindenkinek köszönjük a támogatást, tudjuk, hogy sokan szurkoltak nekünk. Ugye háromszor voltunk Franciaországban, hogy még pontyot se látunk. Ezt mindenki tudja, és most is el tudom mondani, hogy a Volcá Classic verseny a szerencséről is szól egy kicsit. Tehát ha olyan helyet húzol ki, hogy esélyed sincs pontyot fogni, nincs mit csinálja, lehezte a világ legjobb horgásza. Ezt tudjuk, mindenki tudja, aki ilyen versenyre jár. Minden össze kell jön, hogy egy ilyen eredményt ki tudjál csikarni, és hát nem tudom, kinek köszönje meg, fel is nézek meg mindenkire, tehát ez mindenki velünk kellett legyen, és hogy összejön ez az eredmény. De ez már megvan, ez a tiétek. Ezt már nem tudja elvenni senkit. Így van. Ez a miénk, és reméljük, hogy a jövőben is fel tudunk mutatni sok szép eredményt. Átadnám Norbinak a szót, hogy mondjon ő is egy pár szót magáról. Most magamról néhány szót. Szeretném először is megköszönni a támogatónknak, a PVTV-nek, az SBS-nek, a NES-nek, a kitűnő felszerelés, a kitűnő gaja, etetőanyagok, csalik. Nagyon elősegítettek minket, hogy egy jó eredményt csináljunk, csak időkérdése volt az egész. Továbbá szeretném megköszönni a családomnak, a gyermekemnek, aki mindig hazavár egy kupával, mert az az első kérdés, hogy kupa van. Hát a lényeg. A lényeg, így van, igen. Így van. És a feleségemnek is, hogy kibírja ezt a sok nélkülem távolétem. Igen, eltöltött éjszakákat. Nem sokat tartózkodunk otthon sajnos, de az eredményekhez ez is kell, hogy mindig menni, csinálni valamit, mert különben nem pottyan az öletbe semmi. Kedvenc vizeim közé tartoznak a Maconkai víztározó, ahol szép eredményeket értünk el. Romániába is néhány versenypálya tetszik, úgymond szeretnénk még eljutni, mint a Tönköbest vagy a Raduta víztározó. Oda együtt szeretnék eljutni még Péterrel, mert tavaly voltunk egy kvalifikációs versenyen, úgy jutottunk ki a World Cup Classicra, hogy ott másodikok lettünk, közben van egy kapásunk. A potyka meghúzta. 10 éves korom óta horgászom Péterrel, egy olyan 7-8 talán 10 éve is már, hogy együtt horgászunk, ismertük egymást régről. Vadvizeket én is nagyon szerettem, jártunk is együtt, szép halakat is fogtunk vadvizeken, fotók bizonyítják, mi nekünk ez hobbi. Menjek, kerisek egy merítőt. Egy óra hosszát se kellett várnunk, már jött az első kapást. Úgy néz ki, hogy Nagykállón is előszeretettel fogyasszák a World Carp Classicra készített boilit, nem volt alkalmunk kipróbálni. Ki szerettük volna próbálni itt, és úgy látjuk, hogy működik. Az első kapás mindjárt arra volt. Jó, erőteljesen küzdenek. Szépen beakadt a horog. Tökéletes.
mindig mondom, hogy az élet a legnagyobb rendező, ugye még végig se tudtuk mondani a beszélgetésünket, és már is ugye kapásotok volt, és sikerült egy halat kifárasztani. Mondd a Norbi, hogy ez hála mekkora volt? Ez a hal körülbelül 6-7 kiló körül lehetett, és a WCC bojlira ugrott rá. A WCC-sre, nagyon szuper. Peti, még téged kérnélek meg, ugye mielőtt itt a World Cup Classicra rátérnénk, mondd már el nekünk, légy szíves, ugye, hogy mi az oka annak, hogy ugye ott már angolul nyilatkoztál, ugye romániai zászlót lengettetek, ugye amikor átvettétek a díjat, de ugye tökéletes anyanyelvi szinten beszélsz velünk most ugye itt a riportban magyarul, hogy tegyük ezt helyre, hogy az emberek tudják mégis, hogy hova tartoztok. Hát igen, ez jó kérdés, és jó, hogy felraktad, mert ugye elkezdődött egy ilyen vita is mondjuk így a horgászok közt, hogy most magyar színekbe, román színekbe, vagy most végül is milyen ország színeibe horgászok. Hát Szatmárnémetibe élünk, itten közel a magyar határhoz, mindenki tud magyarul, románul. Ami nagyon konkrét, hogy román állampolgár vagyok, Romániába élek, és román színekbe horgászom, tehát román zászló, és a nemzetközi versenyeken romániai csapatnak számítok be, román színekbe versenyezünk. Szerintem, hogy valakire büszke vagy, hogy örülsz valakinek az eredménye, ez nem arról szól, hogy ki milyen nemzetiségű. Barátok vagyunk, horgászok vagyunk, szerintem aki barát, az mindenki büszke, attól függetlenül, hogy milyen színekbe horgászol. Így van, tehát tulajdonképpen aki versenyzik, az meg horgászik, ponthorgászik, az mindenki egy nemzetségbe való, mondjuk így. Szerintem egy zászló mindenki, ugyanolyan bolondok vagyunk. Egyformán. úgyhogy ezt így elintéztük. Én azt gondolom, hogy térjünk is tovább arra, hogy ugye térjünk a World Cup Classicra, hiszen mindenkit, én úgy gondolom, a nézőket az érdekli, hogy ott hogyan horgászok, minek köszönhető, milyen technikai dolgokat alkalmaztatok, aminek köszönhetitek tulajdonképpen az, hogy ilyen eredményt sikerült elérnetek. És az első, amire szeretnénk választ kapni, ugye tudom, hogy ez nagyon sok embernek a kérdés, hogy amikor odaérkeztetek a tóhoz, kihúztátok a helyet, odaérkeztetek a tóhoz, és akkor eldöntöttétek, hogy milyen technikát választottok, hogy mi alapján döntöttétek el azt, hogy mit fogtok meghorgászni, hogyan fogjátok meghorgászni. Ez, mondom, ez mindenkit, nagyon-nagyon sok embert érint és érdekel, tehát erre szeretném, hogyha választ kapnánk tőletek. World Cup Classic, igen, tehát ez egy olyan pont lesz az életünkben, amire mindig szívesen fogunk visszaemlékezni. A csapattársakkal, ugye Norbival és Zoltánnal kimentünk, megbeszéltük, hogy a Zoltán fog húzni egy sorszámot végül is, mert azzal kell kezdeni a World Cup Classicot, és azt mondtuk, hogy ő szerencsésebb, reméljük, mint mik, mert az utolsó versenyeken elég rossz helyeket húztam én is, meg Norbi is. Azt mondtuk, hogy na, akkor legyen Zoli most, aki húz nekünk egy számot. Hát ugye belenyúlt a Zoli barátunk, és mit húzott ki? Szép 157-est. Igen. Tehát 160 csapatból azt kell mondani, hogy 160 csapatból 157-est húzni, akkor nekem már úgy morálisan úgy kicsit már elég volt. Igen. Igen, tehát szerintem ezt lehetett is látni rajtam, és Norbi is, meg Zoli is, azért szerintem egy kicsit letörtünk, és szerintem egy normális dolog, mindenki egy 157-es kiú 160-ból egy kicsit így morálisan visszavesz. De én azt gondolom, hogy már tegyük hozzá azt, hogy ugye akik legközelebb mennek a World Cup Classicra és esetleg egy ilyen rossznak mondható számot húznak, nem kell csüggedni, hiszen itt az élő példa 157-én tulajdonképpen megnyertétek a világbajnokságot, tehát emiatt senki ne csüggedjen, én azt Igen, mondom. Ezt hozzá kell tenni, hogy a WCC-n úgy folynak le a sorsolások, hogy ugye húzol egy helyet, ha az pászol neked, vagy tetszik, megtartod, hanem ugye egy 20 másodpercen, vagy fél perc alatt vissza kell dobjad, és akkor kell húzzál egy másodikat, de azzal már az el kell erít, tehát az a végső pozíció. Tehát azt már meg kell tartani, azt nem lehet már visszadobni. Hát így szerintem van esély, sikerült, úgy látszik, hogy benne maradt a nyerő, úgyhogy és én húztam ki, tegyük rá, tehát nem az Zoli húzta ki, mert a végén ugye kicsi volt a hely, ahol szervezték a sorsolást, és akkor a segítőket nem engedték be. Így volt, igen, pont. És akkor megbeszéltük Norbival, na most hogy lesz, mert Zoli nincsen, bár úgyse volt valami szerencsés az első húzása, akkor azt mondtuk, hogy fog Norbi húzni egyet, és ha nem pászol, akkor aztán húzok én egy másodikat. És akkor kihúzta Norbi ugye az SBL szektorba a 11-es számot, ami így első benyomásra, tehát ami tudtunk a tóról, hogy hol van mélyebb szakasz, és hol van egy kicsit sekélyebb szakasz,
szakasz, tehát itt meg kell említsük a horgászoknak, hogy a mély szakasz az azt jelenti, hogy már 50-60 méteren 20 métered van, vagy 30 métered van a parttól. Az SBS 11-est visszadobtuk, és akkor hát reszketve belenyúltam én is. A maradékból. A maradékban, ami ott maradt, és kihúztam a PVTV 15-ös számot. Hát, ha tetszik, ha nem, úgyis el kellett volna vinni, de egy kicsit megörültünk, Norbi is már mondta is, hogy hú, ez jó, mert egy ilyen sekélyebb szakaszon lesz, és akkor csak nagyobb esélyünk lesz rajta, mint egy mély szakaszú versenypálya. De úgy látom, versenypálya. Nem nagyon tudtok a PVTV szektor, vagy SBS szektortól nem nagyon tudtok azért így eltávolodni. Hát itt forgunk, ez nektek az a PVTV, SBS, az úgy látom, hogy nagyon fekszik. Fekszik, itt forgunk. Ahogy megérkeztünk, az első benyomás az volt, hogy hú, hol van itt a szektorunk, vagy se horgásztársak szóltak, hogy na most mik vagyunk a PVTV 15, és akkor mondtuk igen, na ők a PVTV 16, és akkor gyertek, és akkor lépegettek ott 150-et, és akkor na, ti itt vagytok, hát köszönjük szépen, akkor itt vagyunk, és akkor itt kell horgászni, jó. Nekem az első benyomás, tehát pesszimista voltam, tehát én azt mondtam a fiúknak, fú, hát itt biztos fürdőzés van, egész nyáron kajakkeni, meg mindenféle, ami a turizmussal kapcsolatos, tehát nem lesz sok esélyünk. Nem egy olyan szakasz, ahol pontyoznak, tehát én nekem jobban bejött volna mondjuk így első benyomás, egy ilyen vadasabb rész, igen, ahol ami érintetlen. Nádasek és tudom én, sziklás, vagy valami, ami érintetlen. Szerintem ugye az addigi tapasztalatok, az ilyen vadasabb részek azért nyugisabbak, és a pontyok jobban meghúzódnak. De hát itt átadom a szót Norbinak is egy párszor, hogy ő is mondja el a véleményét. Ő egy kicsit jobban bízott a helybe, és mondja él ő is ezt az élményt az első benyomását. Norbi, akkor tulajdonképpen tőled kérdezzük, hogy akkor neked mik voltak a benyomásaid, és akkor ugye miután a vízre mentetek, mégis mit? Hogyan kezdtetek nekünk, hogyan horgáztátok meg az adott helyet? Szóval megérkeztünk a horgászhelyre, a PVTV 15-ösre. Ez egy gyönyörű homokos partszakasz volt, olyan, mint egy tengerpart, szépen lehetett sütkérezni. Én bíztam a helyben, megmondom őszintén, elég nagy szeles időket mondtak, 4-5 napig a szél segített is bennünket, és evel is gondolom szerencsénk volt. Na így hát vízre szálltunk, tanulmányozni a horgászhelyet, keresni többféle horgászhelyet, hogy többféle módszert tudjunk kipróbálni. Találtunk egy kisebb, milyen lyuknak mondható a növényzetbe, mert akkor a növényzet volt egy olyan 100-150 méter után, ahol egy 5 méterig le lehetett látni a feneket, végig láttuk a sok növényzetet, és nem láttunk benne olyan helyet, ahol meghorgászhatunk. Úgyhogy 7 méternél, amit 200 méternél találtunk, nagyon nehéz volt megkeresni ezt a nagyobb üres területet, ahol növényzetmentes volt, mert egy bizonyos tapogató módszerrel, ilyen alumínium csövekből összeállítható egy ilyen szerkezet végül is, amivel talajmintát tudtunk venni, és pontosan megállapítottuk a bójához képest, hogy hol, mennyire, hány méterre vagyunk, és mit található a talajon, növény, vagy homokos, vagy iszapos hely. Na most egy nagyobb helyet találtunk, ahol megpróbáltuk a földön lépre csalni a halakat, mivel hogy nagyon sok volt a növényzet, kevés idő, megpróbáltunk egy kisebb helyen is próbálkozni a növényzet fölött a zigrig módszerrel horgászni. Most többé-kevésbé eredményes volt, de fogtunk néhány szép példányt ezzel a módszerrel is. Amikor ilyen hidegebb, nagyobb viharos, szeles idő volt, akkor a földről táplálkoztak a halak, a nagyobb területen, ahol nem volt növényzet, onnan sikerült fognunk, és mikor ilyen csendes, tükörtiszta, ami elég kevés idő volt a verseny alatt, akkor fogtuk a zigrig módszerrel a hinár és a növényzet fölött a halakat. Arra kérnélek, Norbi, benneteket, hogy ugye ez a zigrig módszer, amit említettek, ez ami olyan különlegesség, ugye, amit még nem minden horgász tud, vagy még a horgászok közül kevesebben ismernek, kevesebben tudnak, hogy mi is ez, hogy bemutatnátok nekünk ezt, hogy
hogyan is működik ez, miből áll, milyen szereléket alkot, milyen csalival kell ezt meghorgász, milyen csalival kell használni. Természetesen azért vagyunk itt, megmutatjuk, hogy hogyan sikerült lépre csalnunk a potykákat. Rendben, akkor menjünk és akkor nézzük meg, lássuk, jó? Oké. Oké, hát akkor vegyünk ki egy botot. Megmutatom, hogy hogy próbálkozunk, de hát ezt holnap majd jobban el fogjuk magyarázni a horgásztársaknak, hogy végül is mik, hogy próbálkozunk az igriggel. És hogy kezdjük el ezt a horgászatot, hogy tapasztaljuk ki, hogy kell, milyen mélységbe horgászni, és hogy kiemeled ezt, úgy gondolom, hogy már aki... Hát igen, itt aki nem ismeri az igriget, az már látja, hogy aki, itt valami... Aki nem ismeri, az már ugye azt mondja, hogy mit akarnak ezek ezzel a szereléken. Hát ilyesmi az igrik mondjuk. Tehát erről el kell mondani, hogy egy két speciális pop-up, ami direkt erre a zigrigezésre volt kifejlesztve. Ezt már ugye mi tanulmányozunk az Olival, ugye ebbe az évbe elég jó eredmények voltak vele. Jó, ezt holnap bemutassuk, és akkor elmagyarázunk, amit mi is tudunk erre, mert ugye nem vagyunk profik, az angolok a profik ebbe a technikába, de ugye Tünkövesten voltunk egy román kupán, egy nemzetközi kupán, ott tanálkoztunk a legjobb zigrigezővel, a Mark Butlettel. Ő már nyert versenyt, csak zigriges taktikával, 1200 kg fölött 72 órás versenyen, tehát mindenki elismeri őtet Angliába, hogy a legjobb zigrigező, úgyhogy amit tőle hallottunk, azt el fogjuk itt mondani a nézőknek is holnap. Annyit tegyünk még hozzá, egyébként majd lesz egy másik film is, amiben bemutatunk, hogy van olyan SBS csapat, aki viszont már nyert vele versenyt, ha nem is 1200 kilót fogtak, de mindenképpen hát ez az igéges technikával szuper, tehát nyertek. Akkor az idei teszteknek megvan az eredménye, ugye a pop-upok, ami direkt erre a zigrigezésre voltak kitanálva, a zigriges etető anyag és a hozzá való folyadék, ugye, amivel folyadék, be kell keverni. A felhősítő, meg minden. Van, hoppa, kapásunk. Hoppa, hoppa. Még egy kapásunk, egyenesbe. Nagyon szép. Hát nem zigrig, de most... Ez a WCC-s csali megint, igaz? Igen. Tehát mondjuk el azt is, hogy ilyen viszonyokban már, mikor nincs olyan meleg, ezért elég nehéz zigriggel horgászni, de azért majd próbálkozunk volna. Bízunk benne, hogy azért sikerül eredményt felmutatni. Viszont a WCC-s bojli az nagyon jól szerepel egyenlőre. Tehát úgy néz ki, hogy tényleg egy bajnoki bojli, tehát mostan ez is ugye az idén volt kifejlesztve, ugye igen, a közös, ez mondjuk, hogy közös fejlesztés. Ez most nagyon el van tanálva, úgy látszik, főleg én azt mondanám, hogy hidegvizekre, tavasszal vagy ősszel, és tehát tavasszal vagy ősszel a romániai meg a magyar vizeken mondhatnám, mert ugye kicsit különböznek a mi tavaink azoktól, ami Franciaországban, Olaszországban, ugye a nagy tárazókban lehető. Annyit, bocsánat, hogy közbevágok, annyit mondjál már, mert ez nagyon fontos, ugye sok embernek ez nem teljesen tiszta, hogy most mitől másabb egy nyugat-európai víz, meg mitől másabb egy kelet-európai víz, hogy ezt egy picit próbáljuk már úgy rendbe tenni a horgászok fejében, hogy mit kell olyankor figyelni, vagy mi az, ami meghatározza. Tehát nálunk sekélyebbek a vizek, 2 méter, 3 méter, most ritkán található a bányatom, én nem mondom, hogy nincsenek bányatavak, de azok a ritkábbak. De ritkábbak, tehát a versenypályák is azért inkább ilyen sekélyebb vízűek, iszapos az ajzat, tehát mikor felmelegszik az idő, meg nyáron, mikor nagyon meleg van, ugye... Gyere nyugodtan ide. Ugye akkor bizonyos gázok, meg a pH is más a vizekben, meg a hőmérséklet is, tehát az algásodás, tehát minden másabb, mint egy nagy tárazó, mint mondjuk például most Bolsena, ahogy lássuk, hogy nyáron a legmelegebb időszakban is, kristálytiszta víz. Kristálytiszta, nincs alga, nincsen oxigénhiány, a pH majdnem mindig ugyanaz, tehát igen, nem változik. Igen, nincs jelentős változás. Meg ugye számít a táplálék is, hogy mit talál meg a hal, milyen táplálékot talál, ugye, mert más táplálékot talál egy bolszenai vízben, vagy más táplálékot talál ugye Nagykállóban is
a bevitt táplálék ugye az is meghatározó, hogy mi az, ami hiányzik a szervezetéből. Ez biztos. Ez a csali, amit közösen fejlesztettünk ki, erről elmondhatom, hogy bányatavakon szerintem most elment a hal. Sajnos leakadt. Nem tudjuk megmutatni, de majd jön másik. Semmi baj. Ez is megtörténik a horgászat közben. Lehet a sok report is. Igen, sok beszéd is. Nem tudtad, de akkor fejezzük. Mindegy, térjünk vissza a csalira. Tehát most aláírom, hogy egy bányatavon, egy mély vízben nagyon jól fog működni a csali, tavasszal, ősszel, nyáron. Olyan vizeken, mint Nagykálló, Maconka, vagy tudom én, Móri víz, vagy Harsány, vagy ezeken a pályákon. Szerintem azok a bojlik fognak beválni, amik nekünk eddig is bizonyítottak. Másfajta bojlik, tehát egy halliszt alapú, egy zsírosabb, egy olajosabb csali, ami proteindúsabb. Ezeken a nagy bányatavakon, víztározókon én, amit észrevettem, hogy sokat mozognak a halak, több energiára van nekik szükségük, és akkor az ilyen karbohidrát bázisú bojlikat, egy édesebb alapú jobban bejön, mint ezeket, ezek a halas olajos bojlik. Most ez nem mindig így van, de 80%-ban szerintem ez a csali nagyon jól fog működni az ilyen tavakon. De ezt majd ki tudják majd a horgászok próbálni, és majd a jövő év horgász idő után mi le tudjuk húzni a tapasztalatokat, a visszajelzéseket, hogy ez tényleg így van, hogy mit gondoljuk. Vagy mégis tévedtünk valamit, de én bízok benne. Nem hinném, hiszen az eredmények nekünk adnak okot, hogy ugye a mi tapasztalataink állják meg a helyüket. Ugye még annyit mondjunk el hozzá, hogy ez a széria, ugye, amit itt közösen fejlesztettünk meg, amivel ugye a világbajnokságon eljó eredményt tudtatok elérni, ugye ez a competition széria, vagy azaz a verseny széria első számú tagja lesz, ez a C1 rövidítést fogja kapni, tehát ugye a C1-es szériában lehet ezt majd megkapni, ezt a terméket. És akkor meglátjuk a jövő évben. Hát ugye, C1, és azt mondom a horgászoknak, hogy sok champion legyen, tehát hogy a CL legyen, ugye a champions, a C1-el azért sok bajnok jön ki, és remélem, hogy jó visszajelzések fognak erről majd visszajönni a horgászokon. Biztos vagyok benne, eddig is köszönöm, amit elmondhatok, és akkor holnap reggel akkor folytatjuk akkor tovább. Akkor horgászunk. Horgászatok, így van, hagylak benneteket. Fogjunk egy pár köszönöm, halad. Köszönöm, addig.